Nyali jó üdvözlete mindenkinek, áldassék a gyümölcsén, Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a déli híradó. Egy kicsit nem úgy így megnéztem, bár a híradót középre szokták komponálni általában, kivéve ugye, hogyha jön ide, a iskolásokat fenyegetett a kémény felirat. Na, hát ö, vegyes lesz ez egy kicsit ez a videó, ne tévessze meg a jó hangulat egy pillanatig sem. Itt van az ősz, itt van újra, szeretem az ősz, tudod, és hát be is vagy a seggünk, be is kellett kapcsolni a fűtést, úgyhogy ö, itt szeretném megragadni az alkalmat, egy nagyon jó klímakarban tartott szerelőt, átvezetőt, akármit keresünk, úgyhogy tessék jelentkezni bátran. Na, kezdjük az elején az egésznek, ugye már mondtam a múlt héten, el fogom nektek mondani, hogy miért nem kapunk díjat a Youtube-tól. Tudatok kell, hogy amikor valaki eléri a 100 ezer feliratkozóját, akkor automatikusan Írországból a Google fölveszi a kapcsolatot veled, és, 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 és hát küldenek neked tulajdonképpen egy alkotói díjat. Azon kívül, hogy ez jól néz ki, cuki, szép, meg egy tényleg egy büszkeség, azon kívül hogy tulajdonképpen semmire nem jó maximum kutyát dobálni, de kutyát meg nem dobálunk YouTube díjjal, meg mással sem, te kis huncot. Na figyelj! Az van, hogy hát elértük a 100 ezer feliratkozót, mert szerintem egy hónapja, vagy nem tudom, ö, vártuk a messiás, megjelenjen az üzenet, hogy meg lehet rendelni az alkotói díjat, de csak nem jelent, csak nem jelent. Ha mondom az uramnak, Tibi, mondom a Patriknak, fia, írjál már rájuk, te mégis beszélsz külföldi úgy tök jól, hogy ugyanhol a bubánatos picsában van már a, 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 YouTube díjunk. És visszaírtak, hogy hát elnézést kér, valóban meg kellett volna kapnunk, látják, hogy nem kaptam meg, utána néznek. Tudjányira utána néznek, hogy aztán jött a következő levél, hogy a csatornámmal kapcsolatban több olyan visszajelzés is érkezett, ami nem teszi egyértelművé, hogy megkapjam a YouTube díjat. Ezek között volt gyűlölködő tartalom, ezek között volt szexuális jellegű tartalom. Tudom, hogy sugárzik a szexuali... Tudom, hogy sugárzik a szexualitás belőlem, de azért YouTube léci. És hát voltak még ilyenek, volt ami, volt, ami ugye, jelentések alapján megmutatták, hogy érkeztek jelentések, és ezért felül kell vizsgálni. Úgyhogy most itt tartunk, hogy Írország jelenleg úgy döntött, hogy nem küld nekünk YouTube díjat, de még várjuk nyilván a felülvizsgálatot, és hogy megérdemeljük-e, avagy sem. Ezzel a 17 millió, akárhány százezer megtekintéssel, 123 ezer feliratkozó, de kiszámolja, meg most már nem tudom, hogy mennyi adománnyal, meg mit tudom én. Tehát kicsit így, így vegyes érzések vannak bennem, mert azt érzem, hogy akkor lehet, hogy mégse csinálok jól valamit, vagy mégsem én csinálom, és nem kell kommentben megerősíteni, hogy jól csinálom, ennél nagyobb az egóm hiddel. Viszont akkor az egóm, hogy nem törődtem bele, hogy a YouTube-tól nem kapunk díjat. Ezért gondolkoztam, hogy mi lehet az, ami, hát még nem kapunk YouTube díjat, vagy lehet, hogy soha nem kapunk, azért jól mutatni, és mégiscsak egy kicsit tudod a csatornánkról szól, mégiscsak egy kicsit rólunk szól. És ekkor jött képbe a printapik. Reklám! hogy képzétek el, hogy ilyen vászonképeket nyomtatnak minden influencer, tudod? Tehát most már csillagkép, vászonkép, arcmaszk, meg fogfehérítő nélkül már nem lehetsz igazi influencer, és ezt megmondom, hogy ez hiányzott is a repertoáromból. És akkor, euh, akkor jöttek ők képbe, haha képbe szó szerint, hogy, hogy csinálnak ilyen vászonképet. Tulajdonképpen bármit, amit elküldesz nekik, ők azt rányomtatják, halál, jó, ilyen rámára föl is tűzik. Tudod, az a lényeg, hogy ne kapu a végéjába csináld a fotót, mert akkor olyan kockás leszel, mint annó a Kudlik Juli. Úgyhogy, 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 úgyhogy ja, és hát most doppergés, nekem mutatnom nektek, hogyha Youtube-tól nem is de a Printapiktől megkaptuk a Youtube díjat, úgyhogy ezt egyelőre a Youtube-nak, majd visszavonom, ha kapunk díjat, ezt pedig köszönjük szépen a Printapiknek. Az a fura, hogy uh, Nyilván mi terveztük meg, hogy tök jól néz ki, de az így, mit fogni. Szeretném megköszönni édesanyámnak, édesapámnak. Ja, nekik nem, de Patriknak, meg Dezsőnek, mindenképp a printapiknek. Uh, a, meg, meg mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a díjhoz, és természetesen nektek, kedves rajongok, nektek nagyon szeretném megköszönni. Köszönöm. Szóval, hogy van most már YouTube díj, néz meg. Na, de nem is ez a lénye. Aztán elmondtam nekik, hogy én miért nem egy ilyen személyes képet rendeltem, hanem ezt a YouTube-os dolgot. Cukik voltak, megértőek, erők, meg azt mondták, hogy én olyan jó fej vagyok, hogy ők olyan jó fejek lesznek, hogy választhatok egy olyan képet is, amilyen sokkal személyesebb. Így kaptuk meg ezt a Látod? Fekete-fehérbe. Tiszta őszinte. Majd beszartam, olyan nehéz a Patrik. Hízott ő is nagyon sokat, amúgy ne csak engem dagadtozzatok, hanem őt is. Szóval ilyen vászonképeket tudtok rendelni. Itt egyébként meg is mutatom, hogy kb. hogy. Ez egy alkalmazás, letöltöd. Az a lényeg, kiválasztod itt a fotókat, <laughs> nyilván ezt nem mutatom meg nektek, nehogy úgy járjak, tudod, mint a Chris Evans. Na de az a lényeg, itt rámész, kijelölöd, be tudod állítani, hogy vászonképet szeretnél, több részes vászonképet, mekkorát, hova szeretnéd rendelni, és pár napon belül kb. itt is van, nyilván ki kell perkálni, azt is be kell jelölni, hogy hogy milyen formában szeretnéd kifizetni, és aztán hajrá. De ha neked erre nincsen zsetonod, akkor most figyelj, ha átmész az Instámra, akkor nyerhetsz is egyet. Na de nem ilyet, ám mondjuk ha jó fej vagy, akkor olyat rendelsz, ami mi vagyunk, na mindegy. De, de az a lényeg, hogy, hogy rendelhetsz magadnak is egy képet, mert sorsolni fogunk egy jó nyeremény játék keretein belül. Na, Ennyit, ennyit, a jóságról, a nyereményről, a reklámról, meg mindenről. Kezdjük bele azt, amiért jöttetek az ízes, egy hónapos szarfröcsögés, amit itt rámzódított az internet. Hát nyilván, aki kurvának meg ne csodálkozzon, tudod, de én nem is csodálkozom, és felejtés ne esik, ez nem ilyen magyarázkodás. Viszont igyekeztem összeválogatni olyanokat, amilyen vannak érvek. Megmondom az őszintét, hogy ide kiírhatnám, meg kitehetném nektek a kommenteket. Most vagy elhiszitek, hogy ez például Baggio Roberto írta, ö, vagy nem, de ez utómunkában ez hatalmas meló, és, ö, és hát megmondom az igazat, hogy azért ennyit nem szeretnék ebbe belefetszölni, úgyhogy na, kezdjük is el! Nem tudom, mi lenne, ha dolgozni kéne Zsoltika kis Zsével. Repült a dislike hosszú üvel. Azt hiszem, erre vissza is írtam. Az van, hogy mindig rászoktam szoktam menni, amikor valaki negatív kommenteket ír, hogy ő most tényleg ö, ö, nekem szállne valamit, vagy folyamatosan csak fröcsög. Ennek a sásznak vagy csajnak nem tudom, rámentem a, a a profiljára, és kiírja a Youtube, hogy hányszor és miket kommentelt eddig a videóid alá. Ő, ö, nem tudom, már négy-ötször kommentelt, és mindenhova ezt írta, repült a dislike. Rövidű. A Zsoltika meg nagy zsé, de hogyha nem ecsekezünk, akkor, 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 tökre lehet. Na jó van, ez annyira nem. Ez már annyira gáz, hogy csak a felkapott dolgokról csinálsz videót. Figyelj, a vélemények megoszlanak, tehát, hogy mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy csinálhatnék arról is, hogy bezártam magamat 24 órára a Dezsőnek a, szoba szobakenejébe. Annyira nem biztos, hogy, hogy izgalmas lenne. De azt, hogy felkapott dolgokról csinálok videót, de te, te, adod meg tulajdonképpen a vá... nem is volt kérdés, hát te, te mondod el ennek az okát, hiszen az, amit te otthon csinálsz, a négy fal között, ugye, arra nem csinálok videót, mert nincsen hozzá közöm, de amit kipakolsz az internetre, és esetleg felkapott lesz, akkor én azt gondolom, hogy arra időnként azért illik egy ellenpéldát, vagy legalábbis egy másik utat megmutatni. Nyilván ezeknek a videóknak, hát most hogy mondjam, tehát úgy jut el hozzám, hogy felkapottak lesznek, vagy ti külditek, ugye. Az influencerek origós propagandát tolják, Zsolti, hát ez Zsolti a Mészáros Brand Live TV-jét promozza, hát ez szánalmas. Vártam már és örülök, hogy erről tudok beszélni, azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Live TV, ahol egyébként rendszeres vendég vagyok, valóban a Mészáros Lőrincnek a feleségé, akivel egyébként most elválnak, de kb. ez mindegy. Én az MTV-be is elmennék, ha ott mondhatnám a véleményemet, a TV2-t bármelyik TV-be elmennék, tehát a, Pest a pesti srácokhoz elmentem. Tehát, hogy ott, ahol én véleményt formálhatok, ott, ahol én magam lehetek, nem cenzúráznak, nem vágnak ki, én ott vagyok. Ha ezért még pénzt is kapok, hát ez meg csak habatortán. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez ettől független. Elnézést a második kommentért, olyan, mintha ballával keltél volna fel, mintha irigyelnéd Bencét, pedig nincs miért. És az komoly, hogy aki nem követ, az nem erészeljen írni, ráadásul ezt csúnyán mondod, nem így ismertelek meg, bocs az építő kritikáért. Na, ez a Dezső Bencés videó alá érkezett még egy hónapja, Murányi István nétól kaptam. Ö, az első része ballából keltem föl, simán lehet. Tehát, hogy mi is, mi is tök simán, hogy, hogy, egy kicsit harapósabbak vagyunk. Ez, hogy mennyire befolyásolná a véleményemet, hát azért ezt a brit tudósokat megkérdezném róla. Az meg, hogy aki komoly, az nem része írni, hát ez nyilván nem komoly lécél, az iróniát, tudjátok, az irónia az az ország, ahol az irónok laknak. Lényeg, hogy te tökéletes vagy, és mindenki más csinál mindent rosszul. Soha nem mondtam, hogy tökéletes vagyok, rengeteg hibám van. Én a nyilvánosság előtt történt dolgokról szoktam beszélni. Ha én a nyilvánosság előtt csinálok valami olyat, amit én mondtam, hogy más ne csináljon, azért nyugodtan kövezzetek meg. Az, hogyha én azt mondom, hogy ö, ne füvezzél ö, videóban, de én itthon elszívok egy spanglit, én azzal nem ártok senkinek. Hozzáteszem, hogy én nem szoktam elszívni spanglit, de ha elszívnék spanglit, tehát hogy én, én soha nem azt szoktam mondani, hogy ö, nem tudom, hogy, hogy, hogy öljük meg azokat, akik füveznek, hanem ítéljük el azokat, akik nyilvánosan teszik ezt, mert, mert jelenleg ez Magyarországon illegális. De most ez csak egy példa, de bármivel ö, ö, tudni, tudnám ezt mondani. Vivien írta nekem, egyébként ártott ő neked valamit, vagy csak alapból ilyen utálatos vagy? Alapból. Hallod, ember, valaki egyszer beperel kapsz a pofádra, ezzel akár a személy jogait is sértedni. Hát léczi. Tehát személyiségi jogok az lennének, hogyha én az ő privát dolgait teregetném ki, ö, de amikor közszereplőről formálsz, formálsz véleményt, akkor az, az ottak személyiségi jogoknak teljesen más aspektusa vonatkozik erre. Undorító, beteges vagy. Nagyon szépen köszönöm. Én a vendégeid miatt például a Tibi majdnem leírtalak, most nem teszem. Ez ugye az Alföldi Robis videó alá jött. Ez nagyon fura, és, és, ez jó, hogy ezt a komment, kommentet elküldtétek, vagy ezt a kommentet írta valaki, mert hogy egy, szerintem senki más miatt ne ítélj meg engem. Tehát mindig csak saját magam miatt ítélj meg, és ne csak engem, hanem mindenki mást is. Kettő. Én a Tibit kedvelem. A Tibi egy jó ember, és én vele szerettem volna beszélgetni, és engedjék már meg nekem az emberek azt, hogy azt engedjek az én kanapémra, és azt engedjek az én nappalimba, akit én szeretnék. Ezek a műsorok, fura ezt mondani, de elsősorban azért készülnek, mert én ezt szeretem. És nem azért, mert ez kötelező. Hogyha folyamatosan azzal foglalkozni, hogy vajon nektek mi fog tetszeni, vagy hogy mit fogtok ehhez szólni, akkor az egész életem arról szólna, hogy statisztikákat nézzek, hogy úristen, ez a téma most megy, ez a téma most nem megy. Én nem, én a Youtube-ot hobbiból, élvezetből szeretem csinálni, nem azért szeretem csinálni, mert hogy valakinek a kaszatibi nem tetszik, az Alföldi Robi, igen, valakinek az Alföldi Robi nem tetszett. Nem lehetünk a 10 millió Alföldi Robi és Puzsér Robert és vonagábor és nem tudom kinek az országa. Ezt, ezt értsük meg, és nem gondolom, hogy a Tibi kevesebb lenne, vagy több lenne. Én rá is kíváncsi voltam, lesznek még meglepő vendégek ebben az évadban. Te nem az anya vagy, hogy megneveld. Hát ez az, de ha már ő nem nevelte meg. De neked mi között, hogy ki mit csinál és mit szólsz bele? Most mondom, ami az interneten van, ami nyilvános, ami a képernyőn látható, ahhoz nekem közöm van. Most ezen magyaráznom kéne még valamit? Hát bastos kiteszi valaki az internetre pontosan azért, mert reakciót vár, megtekintés vár, hogy közöm legyen hozzá. Ennyi közöm van hozzá. Csalódtam benned, Zsolt? Azt nem tudom, hogy miért. Igaz, ebben a hónapban voltak olyan videók, ami nem mindenkinek nyerte el a tetszését, de, de hát ez is én vagyok. Tehát, hogy nem szeretném azt, hogy te egy olyan embert szeressél, vagy egy olyan embert kövesél, akit te így magadba fölépítettél. Egyszerűen én ilyen vagyok, aki tud tévedni, aki, akinek tök más lehet a véleménye. Tehát sokan írtátok azt is, hogy most az egyszer nem egyezik a véleményünk. Nem baj, nem is kell, nem ez a lényeg, indítson el benned gondolatokat. Nem kell egyezni a véleményünknek, és lehet, hogy én látom szarul. Győzzetek meg, tök simán, lehet. A fröcsögés, meg a, a személyeskedést, azzal nem tudok mit kezdeni, de ha érvekkel valaki alátámasztja, még lehet, hogy el is gondolkodom. És igen, a Dancsós esetében ö, is, is voltak olyan ö, dolgok, ami, amit lehet, hogy most már egy picivel másképp mondanék. Vagy a Somás videóra visszatekintve, ö, ott is azért voltak olyan dolgok, amit lehet, hogy kicsit másképp csinálnék, vagy nem csinálnék. De hogy, de hogy tudod, tehát, hogy én sem vagyok tévedhetetlen, ezt fogjátok már fel, hogy most azért, mert többnyire egyetértünk, ez nem azt jelenti, hogy mindenben igazam van. Sőt, hát nagyon sok mindenben nincs. De neked ettől még az a dolgot, hogy te ezt átgondolod, utána néz, megnézed, én csak így begyújtalak, érted? Hányadik a dancsó hátán feltörekvő szarcsimbók mondja, hogy jaj, ez csúnya volt. Akkor megnézte a videót, ugye? Meglepően konstatálom, hogy rajtam kívül mindenki tehetségesnek tart. Szerintem ez is egy gyenge interjú, a kérdései gyengék, maga az egész interjú kultúrája rettenetesen gyenge. Beleszoktam nézni a munkáit, hogy esélyt adjak a tetszésre, de nem megy. Szerintem nagyon gyengén kérdezel, nagyon unalmasakat kérdezel, és vicces szeretné lenni, ami kevésbé sikerül. Nem személyeskedem, neved magadra. Nem személyeskedik, ne vegyem magamra. Vagy oké, okay, ne magamra, de hát azt írt, hogy én. Tehát, hogy rólam, hogy, az, hogy ne magamra. És értem, amit mond, ez ízlés kérdése, ami az ő dolga. Van, aki szerint jól kérdezek, van, aki szerint nem. valaki szerint vicces vagyok, van, aki szerint nem. Ez mindig ízlés dolga. Nekem az ízlésetekkel nincsen dolgom foglalkozni. Tehát ezt mindig ti döntitek el. Egyetlen egy dolgotok van, ha tetszik, nézzétek, ha nem tetszik, ne nézzétek. Soha senkit nem fogok kényszeríteni székhez kötözve, hogy az én videóimat nézze. Egyáltalán nem. Viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy nekem azért javarészt fiatalabbak a követőim. Nem gyerekek, de fiatalabbak. És ők nem feltétlenül ismerik az Alföldi Robit, és nem feltétlenül a harmadik Rihárdon keresztül vezet az út a kultúrához. Tehát lehet, hogy nekik az, hogy én egy kicsit lazább voltam, vagy, vagy nem felkészült, vagy gyenge kérdésű, vagy kultúrálatlan. Ö, az Alföldi Robi nem gondolta így, én nem gondolom így, az ő sajtósa nem gondolja így, sokan mások nem gondolják így, vannak, akik így gondolják, de egyetlen egy dolgot értsünk meg: hogy nem lehet mindent ö, ö, fehér gallérban, cérna kesztyűben intézni, és én nem is vagyok ilyen. Én egy ilyen kis suhanc vagyok, né, időnként proli, időnként közönséges. Hát férjem már bele, tudod? Tehát hogy nem fogom megjátszani magamat. Ha pápa ül itt, akkor sem. Igen, nagy a szórás a Puzsérvonal, a Pesti cuccok, aztán egy ilyen. Bruh, bla 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 bla. Ö... Tehát, hogy erről már ugye beszéltem, igen, nagy a szórás nálam, pontosan, ahogy az életben is nagy a szórás, pontosan, ahogy egy munkahelyen, egy utcán, egy, egy étteremben nincsenek ugyanolyan emberek, és nincsenek mindig egy ugyanolyan narratíva, és én nem is szeretnék egy ugyanolyan narratívát tartani, mert szeretném megszólítani azt a közönséget és a mondani valómmal, aki mondjuk a, a az énekesekért rajong, és szeretném azokat is, akik a politikusokért. Ez ilyen nagyon egyszerű. Ezek alapján az origós influencerekkel kapcsolatban nem ítélkezünk el hamarkodottan? És ugye itt a kis aminak az átigazolásával kapcsolatban kaptam egy csomó ilyen ö, hozzászólást. Vegyes, vegyes, mert hogy értem én, ugyanakkor az origó, az origó egy olyan propagandalap, ami, tehát hogy ott, ott tényleg, csak, tényleg csak a színesítés képen vannak képek a, 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 kiskutyákról. A TV2 azért nem, a TV2-nek független attól, hogy, hogy, a híradója az konkrétan tényleg ö, az kritikán aluli, illetve minden ilyen hírműsor, és a hírszerkesztés is egyébként tényleg én azt gondolom, hogy, hogy, nem tudom, hogy hogy fordulhat elő. Ettől függetlenül a szórakoztató műsorokkal valamiért megengedő vagyok. Ne kérdezzétek, hogy miért. Ezért mondom, hogy még van, bennem is vannak kérdések. De így elítélni tudod a Ramit, várjuk meg azt a pár évet. Hogyha két év múlva majd az Orbán Viktor mellett fog kampányolni és politikailag állást foglal, meg lesz róla a véleményem. Egyelőre még nincs. És igen, valamilyen szinten legitimálja az, aki oda megy a kereskedelmi tévékhez azt a csatornát, ez egy nagyon vékony ég. ugyanakkor meg tudod, ahol munka van. Nem tudom. Erre a kérdésre tényleg jó kérdés, mert hogy én sem tudok válaszolni, várjunk ezzel. Te papolsz itt az értékről, amikor transvestita voltál egy buzibárban. Na, akkor tisztázunk valamit. Én konferenci és transzvesztita előadó művész voltam hosszú éveken át. Azt gondolom, hogy viszonylag megkerülhetetlen forma és voltam a meleg éjszakának. Női ruhába öltöztem. Ruhába. Drágába. Nagyba tolba, boába, fejdízbe, kesztyűbe, magas sarkuba, ruhába. Tehát én nem az voltam, hogy fölsminkeltem, és akkor egy laza cigit három ezerért bevállaltam két műsor között. Tehát én kimerem jelenteni, hogy, hogy igenis, díva voltam. Tehát mint egy színész éltem meg ezt az egészet, akinek nőt kellett alakítania, és ezt nagyon szerettem, nagyon élveztem sminkelni, hajat csinálni, ruhát varni, zenét vágni. Én ebben semmi szégyelni való nincs, soha nem szégyeltem, soha nem tagadtam, mai napig egyébként megtalálhatóak rólam videók, képek a, az interneten. Ebben nincsen semmi szégyelni való, tehát nekem ez a munkám volt, tehát ez külföldön egyébként egy rendes szakma. Ezeket a kommenteket találtam így első körre, és kommenteléssel kapcsolatban azt szeretném kérni tőletek, hogy... Nagyon-nagyon megköszönöm, és tényleg nagyon jól esik, amikor írjátok, hogy egyetértek veled, ugyanezt gondolom, akármi. Ezt csak akkor írjátok, ha tényleg így van, mert tényleg nem muszáj egyetértenünk. Nagyon fontos, hogy ez a fajta videózás, amit én csinálok, nagyon sokakat megoszt. Nagyon sok támadást kapok érte, nagyon sok, hát hogy is mondjam, hideget is, meleget is. Nyilván egy szponzorációval kapcsolatban is sokkal nehezebb dolgom van. Tehát sokkal, sokkal, kevesebb olyan cég van, aki bemeri azt vállalni, hogy én egy adott ponton bármit kimerek mondani vállalva nyilván a következményeket. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ne felejtsétek el, rendeljetek a print pikről ilyen vászonképet, és ha esetleg zsótájmosat rendelnél, akkor mindenképpen küld el nekem, mert akarom látni. Szerdán egy kanapén, egy lány lesz a vendégem, annyit elmondok nektek, egy olyan lány, aki egyébként nagyon közel áll a szívemhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk szerdán, addig is iratkozzál fel, lájkoljál, szeressél, imádgyel, és menjél az Instagramra nyereményjátékot játszani, hogy vászonképet tudjál nyerni, megértetted? Csókollak titeket, sziasztok!